Hello everybody, let's start. Hello mindenkinek, kezdjük el. Last time we talked about energy. Legutóbb az energiáról beszélgettünk. As we know in our modern society, almost everybody say, "Oh, I'm so tired. I'm so tired." Tudjuk, hogy a modern társadalomban majdnem mindenki szokta azt mondogatni, hogy olyan fáradt vagyok, annyira fáradt vagyok. Even young people, even children, yeah, only half day passed, they said, "Oh, I'm tired." Nagyon sokszor még a fiatalok is, és akár még a gyerekek is azt mondják, mikor eltelik a nap fele, hogy ó, de fáradt vagyok. Some people, even they are more than 60 years old, and they are very energetic, everyday work 10 hours in 14 hours, much longer time, still not feel tired. Olyat is látunk, hogy valaki már mondjuk 60 éves, és nagyon energikus, és naponta 10-14 órákat is dolgozik, és még mindig energikus, és nem fáradt. Last time we discussed what connect with our energy. Legutóbb beszélgettünk erről, hogy mi a kapcsolat az energiánkkal. And also we talk about how we can from even the worst situation, chronic fatigue syndrome, to recover. Arról is beszéltünk, hogy hogyan tudunk helyrejönni, felgyógyulni akár a legdurvább helyzetekből is, akár a krónikus fáradtság szindrómából. And also we know that qigong is just for suitable for this situation. Qi means energy, gong means how you manage the energy. Tudjuk, hogy a qigong az megfelelő erre a problémára. A qi az ugye energiát jelent, a kung pedig az, hogy hogyan kezeled, hogyan használod az energiát. During healing the chronic fatigue syndrome patient, it really showed that qigong practice, it helped this situation very well. A gyógyítói praxisomból is láttam ezt, hogy ilyen helyzetben a krónikus fáradtság szindrómánál a qigong gyakorlás tökéletesen segít a paciensnek. Yeah, there are many different kind of tiredness. Természetesen sok különböző féle fáradtság létezik. Ez ugye az a szimptóma. And also, as we know now, healing the oncology, yeah, many people. Oncology also give people the symptom tiredness. Nagyon sok onkológiai betegséggel küzdő embernek segítek, és ez a betegség is adja ezt a tünetet, a fáradtság tünetét. Feel tired, that means when you are energy low, it can be. And the body change to get the cancer. És azt is jelenti, hogy amikor az energiád nagyon alacsony szintű, akkor elkezdődhetnek a testben olyan változások, amik rákhoz vezetnek. Yeah, as we know, if for some few months you always feel tired and worse, tired, and in this case, if your weight also decreases, this is two symptoms of cancer. Amikor hónapokon keresztül megjelenik ez a tünet, a fáradtság, akkor ez már utalhat arra, hogy esetleg rákos betegség van kialakulóban. From the body point of view, yeah, we will think in that way. Because the cancer appears, this is why we feel tired. But if from the life point of view, because we have low, somebody have low energy, this is why the body cell have to change, to produce, to divide new cells. С обычной точки зрения мы полагаем. Ha az orvosi szempontból nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy azért érezzük fáradtnak magunkat, mert már kialakulóban van a rák. De ha az élet szempontjából vizsgáljuk ezt a helyzetet, akkor azt mondjuk, hogy alacsony az energiaszint, és ezért kezdenek el bizonyos sejtek
oszlódni. Ezért indul be ez a fajta változás, tehát megfordítjuk. So from this point of view, we also can say low energy is also the cause. Low energy is the cause also oncology. Ezután kijelenthetjük azt is, hogy az alacsony energiaszint szintén az onkológiai betegségek kialakulásának okai közt szerepel. Become low, usually the person have another symptom, that is feel cold, cold feet, cold hand, low energy. Amikor valakinek nagyon alacsony az energiaszintje, ennek van egy másik tünete, hogy az illető fázik. Hideg a keze és hideg a lába. So, in our modern life, we consume too much energy, but we don't have a good way to increase our energy. A modern életben nagyon sok energiát használunk fel, de nem nagyon van jó módszerünk arra, hogy megemeljük az energiaszintet. And then the result is, so many people feel they don't have enough energy. Even they cannot work 8 hours. Jó rezultát, jó, ennek az eredménye az, hogy nagyon sok ember érzi azt, hogy nincs elég energiája, és nem bír még 8 órát sem dolgozni. So many people, they don't feel enough energy, they have to use some material stuff to increase energy, like to use coffee, chai, or some chocolate, or some other like cocaine, or something else to increase energy. És nagyon sok ember használ mindenféle más szereket arra, hogy megemelje az energiaszintjét. Például a koffein, teát, csokoládét, vagy akár kokain. Tehát más szereket, amivel emeli az energiaszintjét. Never think about the reason why you don't have enough energy. A legtöbb ember viszont soha nem gondolkodik el az okán, hogy vajon miért van az, hogy nincs elég energiája. Is really because you have too much work? Ez a pravda, ez a tavos. Tényleg azért van, mert túl sok a munkád, túl sok a feladat. Too many troubles? Pravda lehet, ez a tavos, túl vas lesz. Vagy azért van, mert túl sok problémánk van. Because your body have some potential problem already? Или правда ли это из-за того, что... Vagy azért van, mert a testünkben már potenciálisan jelen vannak problémák. But after my lecture, you need to anyway to figure out why you feel tired. Posztlim előadás után majd gondolkodjatok el, derítsétek ki azt, hogy miért érzitek magatokat fáradtnak. And also you need to find a way how you can increase, keep a good energy. Azt is ki kell találni, hogy hogyan lehet megtartani, emelni és megtartani egy jó energiaszintet. Yeah, last time also we said, in the worst situation, like chronic fatigue symptom, this usually connect with lungs function. A legutóbbi alkalommal beszéltünk arról, hogy a legrosszabb helyzetben, amikor krónikus fáradtságban szenved, szindrómában szenved valaki, az a tüdő működéssel áll kapcsolatban. Means one is that energy we practice, another is air, which lungs breathe, inhale, exhale. A qi kínai szó, ennek két jelentése van, az egyik az az energia, amivel gyakorlunk, a másik pedig a levegőt, amit a tüdő is használ. So this is also the way, let's understand, the air connect with, or oxygen connect with the energy. Ez is egy módja annak, hogy megértjük, hogy a levegő az oxigén kapcsolatban áll az energiával. There are certainly many different kind of sicknesses or some troubles about the physical body also can consume more energy, let us feel tired. Van sok olyan fizikai problémája a testnek, ami szintén nagyon sok energiát fogyaszt, vagy vesz el, és felvetnek érezzük magukat. Yeah, in this kind of lecture to tell all cases, why, examples, why, what problem can cause tiredness.
Természetesen egy ilyen előadás nagyon nehéz mindegyik problémára példát említeni, hogy mi az, amik okozzák a fáradtságot, a fáradtság tünetét. Didn't have time to practice how we use, how we improve our lungs function. Prošle raz mi nemnogo. A legutóbbi alkalommal nem nagyon volt időm gyakorolni, hogy hogyan fejlesztjük a tüdő működését. And anyway, we will find the time to practice. De találunk időt a gyakorlásra. Tehát fogunk időt találni a gyakorlásra is. Yeah, one you can use body breathe, but directly to the lungs, or we can say, you imagine you take good chi to lungs, to the organ lungs, and then exhale, change lungs energy. Tehát az egyik jó módszer a bőrlégzés, vagy testlégzés módszere, a másik pedig, amikor közvetlenül a tüdőbe légzünk, mert beszívunk jó chi, és ezáltal megváltoztatjuk a tüdő chi-ét. You take white chi from outside. Fehér chi-t légzünk be kívülről. Exhale, change the chi from lungs, in the lungs, out, take it, send it out. Tehát kilégzéskor pedig kicseréljük a chi-t a tüdőkben, kilélegezzük a már benne lévő chi-t, a fehéret be. Take chi from around white energy, change lungs chi, exhale, inhale, exhale. Yes, certainly. You have to do it. Until you really feel the function, you will find your energy increase. És ezzel a módszerrel, a belégzéssel, ugye belélegezzük a fehér csíjét, és ezzel megváltoztatjuk a tüdő csíjét, és ezt addig kell végeznünk ezt a gyakorlatot, amíg érezzük, hogy megemelkedett az energiánk. Most people, especially when they diagnosed, find no some serious disease, but feel tired, that belongs this case, low function of lungs. És sok embernél, amikor valami súlyosabb betegséget diagnosztizálnak, és megjelenik a fáradtság szindróma, ez a betegséghez tartozik, a tüdőműködés. It is very clear. When we see the lungs, there are many gray or dark spots. A tüdők képével nagyon egyszerű ezt látni, mert ilyenkor sötét foltokat látunk a tüdőképén. Common tiredness, tired, fatigue, how we can use qigong practice to help in our life. Ez egy általános tanács, hogy hogyan tudjuk a qigong gyakorlást használni, hogy segítsük az életünket a fáradtság szindrómával szemben. We use internal energy, refine qi. Refine qi is also the whole life method which increase our energy. Másik módszer, hogy megemeljük az energiaszintünket, ez az energianemesítés. Az energianemesítés ez egy egész életre szóló módszer, amivel tudjuk emelni az energiánk szintjét. After work, every day, it is much better if you can spend some time to do refine qi. Munka után ez egy nagyon jó módszer, hogyha sikerül egy kis időt töltenünk azzal, hogy energiát nemesítsünk. Tehát gyakoroljuk az energianemesítést. Yes, this is why even simple exercise, refine qi, can help us a lot in our life. Ezért van az, hogy egy ilyen egyszerű gyakorlat, mint az energianemesítés, nagyon sokat segíthet az életünkben. University or in our society, if your energy always lower than others, you cannot do so many things like others. You will not easily succeed. Például iskolában, egyetemen, amikor mondjuk a energiád mindig gyengébb, mint a másoké, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb dolgot tudsz megcsinálni, vagy nem olyan könnyedén éred el a sikereket. To be successful in any field, your basic condition is you have to have enough energy.
Ez is azt mutatja, hogy bármilyen területen sikeresek akarunk lenni, annak az egyik alapfeltétele az, hogy erős energiával kell rendelkeznünk. Tehát kell, hogy legyen. Today's topic we want to continue to talk about the memory. A mai téma, amivel folytatni akarjuk a beszélgetést, ez a memória. Yeah, as we know, so many people just ask me, Master, can you, yeah, you know, my memory is very bad. Always forget these things, forget another things. Nagyon sok ember mondja nekem, hogy Mester, tudnál segíteni? Én mindig elfelejtem a dolgokat. Ezt elfelejtem azt. How can I increase or to improve my memory? Hogyan tudnám javítani a memóriámat? Okay, memory in general, we can see very clearly, even for children, for adult people, some people, they look at the book, they read some text, and then remember well. You tell them once, they remember. Some people really always forget. You tell them once, two times, yes, still they cannot remember, especially to learn something new. One time cannot remember, two times cannot remember. Memóriát nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni, hogy milyen. Tehát vannak gyerekek, felnőttek, idősebb emberek, akik elolvasnak egyszer egy szöveget, vagy hallanak egyszer valamit, és emlékeznek rá. Vannak, akik többször elolvassák, akinek sokszor elmondunk dolgokat, egyszer elmondunk kétszer, és nem emlékeznek. És mi áll kapcsolatban a memóriánkkal? Mitől függ? Ez egy nagyon érdekes téma. People really think, yeah, even a lot of research about memory, and they say it's like brain function. Az emberek azt gondolják, és nagyon sok kutatás is arra mutat, hogy a memória az agynak egy funkciója. Because they prove, if we damage the brain, and then the memory decreases. Azt már bizonyítottnak tekintik, hogy az agy, akkor csökken a memóriánk, vagy el is tűnik a memóriánk. Also, we say, our body in general, not only brain, even heart, even muscles, can remember something. Azt is mondják, hogy a testünk is képes emlékezni, a szívünk, az izmaink is tudnak emlékezni bizonyos dolgokra. Nem kell gondolkodnunk dolgokon, hanem a test automatikusan képes bizonyos tréning után bizonyos dolgokat végezni. Például az autóvezetés. Nem kell gondolkodni közben, hanem automatikusan megy. Also some physical feelings like pain, like some numbness, even some worse situation, the muscle can remember. Fizikai helyzetekre is tud az izom emlékezni, mint például a fájdalmakra, vagy az érzéketlenség, zsibbadásra. Yeah, that means not only brain, our body also have some ability to remember some event. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem csak az agyunk, hanem a testünk is képes arra, hogy emlékezzen bizonyos történésekre, eseményekre. And also, especially some people researched, even if you have big brain, usually you have big function of thinking memory. И были такие исследования, что если человек бизнес кутатások megvizsgálták, hogy amikor nagy az agy, és nagyon jó a működés és erőteljes. Albert Einstein has had big brain. This is why he was clever. Például Albert Einsteinnek is nagy méretű volt az agya, és azt állapították meg, hogy ezért volt annyira
intelligens. I'm not sure because in the regular people also can be big brain, big, yeah, heavier brain, but they don't have enough knowledge even. De ebben én nem vagyok annyira biztos, mert az átlag embereknek is lehet nagy méretű az agya, de még sincs lenne elég úgymond tudás. The interesting thing is here, how do you think? Do you think the memory is brain's function? Az érdekes dolog az, hogy mit gondolunk. Az, mit gondoltak, anyám? Az agy működéséhez tartozik a memória? Now, let's see. Nézzük meg. There are one kind of phenomenon. It seems another soul. Yeah, go into somebody's body and start to tell something. Például egy másik lélek belép egy valakinek a testébe, és elkezd mondani dolgokat neki. Elkezd beszélni a testen keresztül. Tehát ez a fajta memória, ez nem a testhez tartozik, hanem a lélekhez. For example, I remembered one situation. I saw that when I was a child. Emlékszem egy helyzetre, amit én láttam, mikor gyerek voltam. Yeah, this is my great aunt. And one man died, and then his soul went to my great aunt body. Tehát ez a ők vagy nagynénémnek a teste volt az, amiben egy valakinek a, egy valaki meghalt, és a lelke belépett az ő testébe. És akkor a nagynagynéném egy férfi hangján szólalt meg, beszélt. I had some money, yeah, in my bed, under my bed. És azt mondta, hogy van egy kis pénzem az ágyam alatt. I forgot to tell you. Я забыл вам сказать. Elfelejtettem nektek elmondani. People went to his room under the bed, really found the money. És amikor az emberek bementek ennek a férfinak a szobájába, benéztek az ágy alá, és tényleg megtalálták ott a pénzt. Érdekes. I still remember this case. So that now suddenly I found the body already damaged, but the soul still kept the memory. Я помню. Emlékszem erre a történetre, és rájöttem, hogy a test már ugye megsérült, meghalt, a lélek viszont még mindig emlékszik. És ott van. So if the body, you will understand experience clearly. You still have all the knowledge, memories about relationship. Természetesen, amikor belépünk a csend a megpihenés állapotába, és megtapasztaljuk azt, hogy a lélek elhagyja a testet, akkor megértjük, hogy az összes ilyen funkció a lélekhez tartozik. That is, your physical body is suffering, painful, numbness, discomfortable, is that it? You forgot. És azokat az emlékeket, amik a testhez tartanak, azokat elfelejtjük ebben az állapotban. Tehát a fizikai test fájdalmai, a mindenféle sérülések, ezeket elfelejtjük, ezekről nem tudunk ott közben, amikor kilépünk a testből. So don't keep it. That is body's function. Amikor a lélek kilép a testből, akkor nem tartja meg a test érzékelését. Ez a testnek a működéséhez való, a test funkciója, az érzékelés, a test érzékelés. Also, yeah, I'm sure everywhere there are this kind of interesting things. In China especially, they researched a lot of this kind of person. They still remembered last life or past life situation.
Biztos vagyok benne, hogy a világon mindenütt vannak ilyen érdekes esetek, de Kínában tudom, hogy kutatják azokat az embereket, akik emlékeznek az előző életekben történt dolgokra. They still remember last time, place or village they lived, who were his parents. And when they went to another village, usually they found this kind of family, usually they found, this person who, his name, they really have this person, this kind of family. És Kínában rájöttek arra, hogy van egy falu, ahol különösen sok ilyen ember él, aki emlékszik arra, hogy milyen családban él, mi volt a neve, hol élt pontosan. És amikor elmentek ezekbe a falvakba megnézték, akkor rájöttek, hogy igen, tényleg megvannak ezek a családok, és megvan, hogy kik voltak ezek az emberek. Yeah, this kind of memory, you know, even after reborn, the new body still get the memory, had the memory from previous life. What's this? Ez a fajta memória, ez ugye, amikor a lélek újjászületik egy új testben, akkor még mindig megvan az előző életből származó, megvannak az emlékek. Ez mi? Milyen jelenség ez? But as we know, most people has no memories about past life. De ugye tudjuk, hogy a legtöbb ember nem emlékszik az előző életeire, nincsenek emlékei az előző életeiből. Yeah, otherwise, in this society, we will be too many troubles if everybody remember previous life for past. Egyébként ebben a társadalomban nagyon sok probléma lenne, hogyha mindenki emlékezne az előző életekre. Okay, but anyway, this led us to think. So what the memory is? В любом случае это заставляет нас. Ez viszont elgondolkodtat bennünket arról, hogy akkor mi is a memória pontosan? В нашей жизни нам. Azért is van, ugye, mert az életünkben fontos, hogy jó legyen a memória. Strong memory. Нам нужна erős memóriára van szükségünk. There are so many things. So many knowledge, so many information. We need to have a good memory. Особенно в современном modern társadalomban annyira sok dolog van, amire emlékezni kell. Annyira sok esemény, nagyon fontos, hogy jó legyen a memóriánk, az emlékezetünk. Yeah, with this analysis. How can we strengthen our memory? Через этот анализ, как мы можем... Egy analízisen, egy elemzésen keresztül megnéztük, hogy hogyan tudjuk erősíteni a memóriánkat. Yeah, we do know. Physically, that's definitely right. Our brain has memory. Мы знаем, что... Физикой szempontból vizsgálva ezt a dolgot, az helyes megállapítás, hogy az elménkben van található memória. Agyban. The memory is a function of the soul. It's soul's ability. De az is bizonyított már ezen a területen, hogy a memória a léleknek a képessége, a lélekhez tartozik. Na, ez a lélek képessége az agyon keresztül mutatkozik meg, amikor a testben van. Like software and our brain like hardware. When the soul to be run by the brain shows the function. Похоже, что olyan, mint a lélek a software, az agy pedig a hardware, és amikor a software a lélek bent van az agy a hardwareben az agyban, akkor ez megfelelően működik. If the brain damaged, the brain have no like the computer monitor damaged, certainly we cannot show the program well.
Если мозг... Когда зад мегсерюл, akkor mint például egy kompjúternek a monitora, akkor nem tudja jól mutatni, nem jól működik ez a szoftver, nem tud jól futni. Если программа... Amikor a kompjúter, tehát a számítógép vírus fed össze, akkor sem tud jól működni, nem tudja jól mutatni a dolgokat. És чтобы работать, hogy jó legyen a memória, két dologgal kell foglalkozunk, két dolgot kell erősítenünk. Az egyik az agy, a másik pedig a lélek. Ezért van az, hogy a spirituális gyakorlás ezt a problémát sokkal mélyebb szinten képes orvosolni. One side physically we need to strengthen our brain. Az egyik oldalról fizikailag erősítenünk kell az agyunkat. Yeah, there's also if we use image to analyze the physical brain, we do see there are dark spots. If too many dark spots, the memory bad. Если мы используем, ha az agyképét vizsgáljuk meg, akkor látjuk azt, hogy szoktak lenni sötét foltok az agyképén. Ha túl sok ilyen sötét folt van, akkor rossz a memória. És ezért használnunk kell egy képet, amivel felébresztjük az agysejteket. And also the last few months we use the mantra, use the image method, wake up to brains. So many people had this result, memory increase. Children especially have better function. Az elmúlt hónapokban ugye használtuk a képmedicinának a felébresztés módszerét, és használtuk ezt az agyra, úgyhogy nagyon sok ember megtapasztalta, különösen a gyerekek, hogy javult az agyműködésük, az agy funkciói jobban működnek. So today we train our brains, and next time we continue to talk about from so deep point of view. How we can strengthen our memory. És сегодня мы будем ma erősíteni fogjuk az agyunkat, és a következő alkalommal pedig beszélünk majd arról, hogy hogyan tudjuk a lelkünket erősíteni. As we know in image healing, we have one healing that is wake up our brain. Как мы уже говорили, мы tudjuk azt, hogy a képmedicinában ott van az a módszer, hogy fel tudjuk ébreszteni az agyunkat. So now let's wake up our brains. Úgyhogy most ébresztjük fel az agyunkat. And also we know another is bad memory problem, and because we the time so quick, the time to practice. And even yesterday, one friend in Moscow who told me her mother completely lost memory. Вчера в Москве я встречал. Tegnap Moszkvában az egyik barátom mondta, hogy az édesanyja elvesztette az összes emlékét, a teljes memóriáját. Certainly, more than 80 years old. But if the memory lost, there are so many things you don't know what to do. Да, конечно, есть. 80 éves az anyukája, de hát ez, hogyha az ember elveszti a memóriát, akkor egy csomó minden, csomó dologról nem tudja, hogy mit is kellene csinálni. Ilyenkor természetesen meg kell vizsgálni, hogy ez a fizikailag az agy működésének problémája, vagy a lélek problémája. To wake up the brains, especially if your family have some prostate, somebody more than 70 years old. You need to do this. Let your grandparents or somebody to do this exercise very often to keep a good memory.
És ha családban van valaki, akinek memóriai problémái vannak, főleg ha már elmúlt 70 éves, akkor ezt nagyon gyakran el kell végezni ezt a gyakorlatot, hogy segítsünk, hogy jó legyen a memóriája. Yeah, otherwise, it's really the problem. The problem is when you become old, you have lost memory. Ha nem teszünk semmit, akkor ez a probléma jelen van, hogy amikor az ember megöregszik, akkor elveszítheti a memóriáját. In image medicine, we do know, in image medicine, there is a yeah, there is a method we call WICOP. Мы знаем, что в image медицине есть медицинából ismerjük a felébresztés módszerét. If some organ we can palpate, qi palpate, and shun some other method, and we can use big smaller for internal organs to WICOP the cells, let them to work. Tehát ez a módszer az, amikor a belső szervek, a bizonyos szerveknél meg tudjuk csapkodni kívülről, tehát a testfelületén, és bizonyos belső szerveknél pedig a kisebb-nagyobb módszert használjuk. Úgyhogy most nézzétek a videót, és kövessetek. Nagyobb-kisebb. White light go into your brain. Érezzétek, ahogy a fehér fény belép az agyatokba, miközben csináljuk a nagyobb-kisebb gyakorlatot. Tehát nagyobb-kisebb és fehér fény megy be az agyba. Okay, now let's start. Kezdjük is el. Da, xiao, da.
小，大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 
大小，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 
小，大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 小。Okay. Yeah, this image healing can heal, especially like the problem Alzheimer's. Подобный образ. Ez a fajta képmedicinás módszer, gyógyítás segít különösen az Alzheimer-kórnál, ilyen jellegű problémáknál. Because this is a big problem for most people. Memory is not strong enough. Következő alkalommal folytatjuk a beszélgetést a memóriáról, mert ez egy nagy probléma sok ember számára, hogy nem elég erős a memóriája. Okay, that's all for today.
mára be is fejezzük. Jó hétvégét. Sziasztok!